Üdvözlök mindenkit, Necroclean vagyok, és jön egy Warframe modolás újra magyarázva kezdőknek című videó. Egyrészt azért régebben ő megcsinálta ezt a videót, és ott inkább arra fókuszáltam, hogy milyen olyan modok kellenek a kezdőknek ahhoz, hogy túlélőbb képesebbé tegyék a Warframe-jüket. Viszont ugye a játék haladtával szerzünk meg új modokat, jobb modokat, és átalakul a játékunk, a játék stílusunk, és most ebben a videóban úgy gondolom, hogy nagyobb segítséggel tudok szolgálni, hogyha inkább elmagyarázom valahol a lényegét a modolásnak, sem mint hogy a modjaimmal dicsekszem. Szóval inkább próbálom megértetni a modolás lényegét, amivel testre szabhatod a Warframe-edet, és játék stílushoz szabhatod a Warframe-edet. De még mielőtt belekezdenétek ti is egy modolásba, és én is ebbe a videóba, el kell áruljuk a Warframe isteneknek, hogy már felvágtunk 6 kubrót és kék csecsét, és feláldoztuk az oltárukon, hogy egyáltalán mi alantos gamerek élhessünk Warframe világában az ő engedélyükkel. Na most, hogy ez megtörtént, akkor én belekezdenék a videó lényegébe. Íme az Excalibur. Az Excalibur talán az egyik legváltozatosabb frame a játékban, amire akármit modolsz, jónak lehet mondani. És ilyenkor szoktak jönni a nagy csaták, mint a PC és az Xboxosok között, hogy az enyém jobb, nem az enyém jobb, nem az enyém jobb, az én Excalibur a legjobb. Na ilyenkor szoktak ezek jönni, hogy ne úgy modold, mert az szar, ne úgy modold, ez a szar. Na most az ilyen kategóriájú gamerekre nagyon fontos, kedves kezdőjátékosok, hogy ne hallgassatok. Hallgathatok egy tapasztalt játékosra, mert tud adni jó tippeket, ez nagyon lényeges és nagyon fontos, tud adni jó tippeket, és akkor megmodolhatod úgy az Excaliburodat, megnézheted, hogy az neked tetszik-e az ugye az Excalibur, és olyan változtatásokat hajtasz végre benne, ami a te játékstílusodat képviseli. Mindenkinek más játékstílusa van, és a modolás az igen, csak ki tud ütközni egy személyes variációban, és főleg abban tud kiütközni, hogy például ha az Excaliburodban milyen, hány forma van benne, és milyen modjaid vannak, hogyan tudod azokat a módokat variálni, úgyhogy a legjobbat hoz ki belőle, és eddig ahány játékossal játszottam együtt, és ahány buildet, úgynevezett ugye modolást hallottam az Excaliburra, az mindig más volt. És mindegyik jó volt egy magas szempontból, szóval meg kell érteni azt, hogy a modolás személyes dolog, és akárki akármit mond a buildedre, de ha te azt jónak érzékeled, akkor az úgy jó, szóval. Mert a Warframe istenek próbálnak majd jönni és mondani neked az okosságokat, és hogy az így jó, mert az szar, miért csináltad olyan szarul, az fura, na, az ilyenekre nem kell hallgatni, ez ilyen ki kell tapasztalni, viszont tény, ami tény, hogy a modolásnak alapvetően van egy lényege, egy kis matekozásos része, hogy fel tud készíteni a frame-edet arra a stílusra, ami kell arra az adott játékra, vagy éppen egy szólósabb stílusra, de mindegyiknek van egy lényeg, és az egészben egy kis matekozás van, de viszont most alapvető lényegek kezdőknek történet. Itt az Excalibur. Direkt hoztam el ezt a konfigot. Néhány dolgot tudnotok kell kezdőként a Warframe-ről. A Warframe-ekben vannak úgynevezett Orokin reaktorok. Az Orokin reaktorok meg fogják duplázni, figyeljétek az egeret, a Warframe-ben található pontszámokat. Tehát ugye, hogyha kimaxolsz egy Warframe-et Orokin kataliszt nélkül 30 pontot használsz fel. Ha beleraksz egy Orokin reaktort, akkor már 60-at fogsz tudni ki pontszámot tudsz fogni felhasználni a modolásokra. Milyen pontszámokról beszélek? Ha elnéztek a modolimra, mindegyik mellett van egy pontszám. Hogyha berakok egy modot, akkor 14 pontot jelen esetben, hogy ez a Transistent Fortitude, 14 pontot emész föl abból a 60-ból. Na, a következő fontos dolog, amit érdemes Warframe-eknél beszerezni, az az Aura Mod. Hogyan Aura Modot alert missionökből tudtok szerezni, vagy vásároltok a tradinggel, nem drágák, de alert missionökből mindegyiket meg lehet szerezni. Na most, az alert, az Aura Modok további lehetőségekre adnak lehetőséget, mondhatni. Ha behelyezünk egy Aura Modot az a Warframe adott slotjába, akkor az megduplázza
az aura mod értékének a pontszámáját. Szóval, jól mondom, tehát az aura értékénél, tehát itt a 7-es jelen esetben 14 lesz, és az hozzáadódik ahhoz a 60-hoz, tehát 74 pontot használhatsz föl már a Warframe-hez. Na most, enélkül úgy gondolom, hogy nem érdemes Warframe modolásba kezdeni, még akkor is, hogy egy olyan Warframe-ről van szó, mint az Oberon. Ha értitek, hogy gondolom. Tehát Orokin reaktor és egy aura mod, és akkor már lehet valami igazán értelmeset kihozni a Warframe-ből. Ez a rövid lényeg. Mire való az aura mod? Legtöbbjére, hogyha ráviszitek az egeret, tehát minden modra ráviszitek az egeret, tudom, hogy sokan nagyon kevés angollal rendelkeztek, de vagy éppen némettel, de tudnotok ki a játékot németre, franciára, spanyolra, angolra át lehet állítani, úgyhogy azokat a nyelveket jobban beszélitek. De ha ránéz már mindenki játszott annyi MMORPG-vel vagy RPG játékkal, hogy rámenjen és lássa, hogy maximum 18% health, és már tudod, hogy mire való. De összesítve el lehet mondani, hogy az aura modok csapatszinten vagy Warframe szinten, valamilyen szinten erősítik azt a Warframe-et. Ja, röviden, el lehet ennyit mondani az aura modokról, és mindegyik aura modnak más-más képességet erősítenek csapatszinten vagy Warframe szinten. Na most, az Excalibur esetében tudom, hogy az Excaliburnak eredetileg nincsen neki polaritása az aura modnak, és megint mentem egy kulcsszót, polaritás. A polaritás pedig az a kis jelecske, ami megtalálható itt nekem az Excaliburnak a mod sarkaiban. Na most, ha ezeket a polaritásokat hasonló polaritásokkal összerakjuk a modokban, akkor fele annyi pontszámot fog felhasználni, mint amennyit az a mod ér. Tehát, amint látjátok, ez a Transistent Fortitude nevű mod 14 pontot ér, de ha belerakom a hasonló polaritásba, akkor fele annyi pontot fog felemészteni. Nagyon fontos, nagyon fontos. És most, ha megkérdezitek, megint mondtam egy érdekességet, miért van nekem olyan sok polaritásom? Azért, mert létezik a Warframe világában egy olyan fogalom, amit úgy hívnak, hogy formázás. Amit látjátok, itt ez a csillagok jelzik a formákat. Nekem jelenleg az Excaliburban van 5. Hogyan kell formázni? A formázással polaritásokat állíthatsz be a mod helyeidnek, vagy éppen elveheted a polaritást. Tehát milyen polaritásokat állíthatsz be a mod helyeidnek, azáltal felmérve, hogy hogyan szeretnéd alakítani a Warframe-edet, és hol szeretnél több pontot spórolni. Például én a Vitality-n szerettem volna több pontot spórolni, ezért csináltam egy ilyen D-polaritást, nevezzük ezt Vazarinnak, ugye egy D-polaritást, és a Vitality oda belemegy, és kevesebb pontot emészt föl, mert amúgy is nagyon sok pontot emésztened föl. Az a 12. Formázni pedig úgy kell, hogyha van formád, ami nekem jelentős nincs, itt van egy polarization, és ha van formád, akkor szépen fogod és bele ráklikkelsz erre a cuccra, és leformázod a Warframe-edet egy olyan... várjatok, csak megmutatom, hogy akkor lássátok élőben. Szóval rámegyek arra, hogy Actions, Polarization, és itt kiválasztja így neked, és itt így eldöntheted, hogy milyen polaritást adsz az adott Warframe-ednek. És hogyha ezzel megvagy, akkor lenullázza a Warframe-edet, és újra ki kell húzd maximumra. Ez a lényeg, tehát nulláson lesz a Warframe-ed, és újra ki kell húzd maximumra. Na most, a modolásnak jön a legnehezebb része, hogy megértsük a bizonyos lényegét. Eltekintve attól, hogy kinek milyen modjai vannak itt, a Warframe-eknek lesz bizonyos lényege. És a legfontosabb dolog, kezdjük az aura moddal. Nem minden karakternek lesz semleges az aura modja, mint az Excaliburnak. A Necrosnak és az Excaliburnak semleges az aura modja, de a legtöbb karakternek valamilyen polaritása van az aura modjának. Én az Excaliburt leformáztam Rejuvenation-re, és azt hiszem, hogy én jól döntöttem, az én játék stílusomhoz mértem. Amint láthatjátok, itt van néhány adat annak a bizonyos Excaliburnak. Van armorja, élete, powerje, shieldje és sprint speed, amivel annyira nem kell foglalkozni, hogy őszinte leszek. Viszont van power duration, power efficiency, power range és power strength. És vakarod a fejedet, hogy ezek mit jelentenek. Duration időt jelent, tehát annyi ideig fog tartani az adott képesség. Az effektivitás
Az azt jelenti, hogy ha elkapcsolsz egy képességet, mennyi energiába fog ez kerülni. Minél kevesebb sokszor, sok esetben annál jobb. A range az a távolságot jelenti, hogy milyen hatókörben fog hatni. Ez a távolság és a strength az erejét jelenti annak a képességnek. Ha például van egy olyan képesség, amit damage-re terveztek, ott lehet, hogy érdemes erőre húzni. Ez is attól függ, hogy érdemes erőre húzni, mert lehet, hogy éppenséggel alapjáraton van már neki annyi damage-e, hogy nem is kell neki több erőt adni, ezért fókuszálhatsz többi más három képességre. Na most, honnan tudjuk, hogy hogy a Isten nyilába modoljuk azt a warframe-et? Itt van egy olyan dolog, hogy abilities, és most ránézünk, hogy itt van az eszközbónak a slash-es. Látjuk, hogy damage-e 250 és a power range-e 12 méter, tehát már tudjuk, hogy ez a képesség, ez erre erőmodok hatnak és távolságmodok, ha netán erre szeretnék modolni. A radial blind, lássuk, duration-je van, duration-je van, és a range-je van, értem, oké, tehát van neki időtartama és méterekben is hat. Radial javelin, na ez valami keményebb, damage-es valami, de viszont ha ránézek, hogy number of javelins, 12, az azt jelenti, hogy 12 ellenfelet 1000 damage-el fog ellátni egyszerre. Tehát lecsap a földbe, 1000-et sebez 12 ellenfélre. Az nem olyan sokan, nagyon sokan körbevesznek, de erre is hatnak a range mondok. 25 méter, ami Warframe világán belül nem is olyan kicsi. És itt van az Exalted Blade, aminek van egy damage-e. 250, energy per second, 2,5. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy másodpercekért 2,5 von el az ultiból, a damage pedig 250 gyakorlatilag csapásonként. Ez az Exalted Blade. Viszont itt jön a Warframe-nek a szépsége, amit nagyon sokszor hangsúlyozok, el kell menni és utána kell nézni bizonyos dolgoknak. Hogy a picsában van az, hogy ez az Exalted Blade az ultimate képesség, ami a legtöbbször legerősebb, csak 250-et sebez az ellenfelekre. Ugye vicces, na ilyenkor jön be a Warframe szépség, aminek utána kell nézni például az Excaliburnak, és tudni kell róla azt, hogy kihatnak rá a kardodban lévő modok is, és azokkal felszorozva jön elő az ultimate képességnek az ereje. Például egyes Warframe-ekre, és ezért mondom, az Excalibur az egyik legmacerább Warframe ebből a szempontból, hogy sok mindent tudni kell róla, és utána kell nézni. De viszont ugye a modolásnak már beleláthattunk el lényegébe, hogy eldönthettük, hogy range, damage vagy időre húzzuk azt a bizonyos Warframe-et. És most tegyük fel, hogy szeretnénk ugye bemodolni a Excaliburunkat erőre, mert hogy láttuk, hogy van ez a Radial Javelin, meg láttuk, hogy van ez a Slash Dash nevű cucc, és ez nekünk nagyon tetszik, és lehet, hogy ez az tök jól képvisel a mi stílusunkat, hogy így az első képességgel csúszkálunk a Warframe-ek előtt, és levágunk mindenkit magunk előtt, és néha megnyomjuk a hármas képességet, és így szétesik a terem. Szóval az azt jelenti, hogy kell erő, és kell némi távolság is, és akkor most tegyük fel például, hogyha szeretnénk azt, hogy meglegyen az az erő, és hogy kezdők vagyunk, többnyire ilyen módjaink lesznek, hogy Intensify, és akkor azt belerakjuk az ugyanolyan polaritásba, és már is kaptunk 130 erőt. És ez tök érdekes, mit is mondtam még, hogy kell még egy kis terület, hogy ezt netán nagyobb területen is tudjam megcsinálni, akkor már is van egy kis területünk, de lássuk csak, lesz nekünk itt egy ilyen modunk, hogy Transistent Fortitude, ami még több erőt ad, és akkor ezt miért ne használnánk ki, hogy még több erőt növeljünk, de azzal leveszünk az időből. Meg kell gondoljuk azt, hogy nekünk megéri az, hogyha kicsit kevesebb időnk van, de több erőnk. Én azt mondom, hogy nekem most ez így megéri, és miért ne csinálnám ezt így, hogy egy kicsit kevesebb idő. Na most akkor viszont gondolkodnom kell arra is, hogy hát folyton ultizgatni és folyton nyomogatni azt az egyes képességet, az fel fog ölelni egy bizony olyan problémát, hogy energia szükségletre lesz szükségem. Alapmód az energia felhasználás szabályainál van egy ilyen, hogy flow nevezető mód, amit ha berakunk, megdublázza az energia
mennyiségünket, tehát 150-ből 300 lesz. Tehát, ez tök jó dolog, már többször tudom elsütni az ultimat, és már többször tudom elsütni az egyes képességünket, viszont hát, lehet, hogy mégse tudom annyiszor elsütni, mennyiszre szeretném, mivel hogy a power efficiency, tehát az effektivitás, az energiaköltség, a 100%, és ha belegondolok, egy ulti belekerül 100 energiába, egy 3-as képesség 50-be, az 1-es képesség 25-be. Hát akkor ebből gázos lesz, mert 300-ból csak 3-szor süthetem el az ultit, és már is kifogytam az energiából. Itt-ott néha néhány energy dropot összeszedek, de az igen kevés lesz. Tehát azt jelenti, hogy gondolnom kell egy kicsit az effektivitásra is. És kezdünk, én majdnem biztos, hogy lesz egy ilyen modot, hogy streamline. Na most ezt a streamline fogod és berakod, és már is az effektivitás megnövekedett. Tehát már csak 75-be kerül kb. Egy ultimate képesség. És hogyha fogod, és lesz még későbbiekben egy olyan modot, hogy fleeting expertise, és fogod, és még azt is belerakod, akkor láthatod, hogy az energiaköltséged már is megnövekszik 175%-ra. Vagyis egy kicsit többre, mert a Streamline 30 plusz 60, tehát ott leszel a 90, 190 valójában, csak a játék nem számolja tovább. Tehát ez azt jelenti, hogy már az nagyon olcsó lesz az ultimate képességed, és még olcsóbb lesz az 1-es, 3-as képességed is. És így már spamelni tudod azt a képességet, és hát akkor mit tudom én, úgy döntesz, hogy adsz neki még egy kis életet, és egy kis shieldet, és akkor vagy inkább armort Excalibur esetében, és akkor már is egy tankosabb Excaliburt hoztál létre, amivel egészen jól túl fogsz élni. Na most például én bemutatok nektek egy másik buildet gyorsan az Excaliburra, amit szólósabb küldetésekre használok azért, hogy túlélősebb legyen, de ehhezek már komolyabb modok kellenek egy kicsit. Ringe-re húztam az Overextended nevű moddal, de cserébe ugye veszítettem erőt, de azt tudom, hogyha egy jó kardja van az Excalibur kezében, nem kell neki túl sok erő ahhoz, hogy levágja a magasabb ellenfeleket is, de viszont nagyon számolok a 2-es képességével, amivel vakítani tudok. Nagyon jól jön a vakítás az Excaliburnak, ezért van egy kis időm, van nagyobb range-em, és némi erőm, hogyha le kell vágni az ellenfeleket, de nagyon sokat számolok a 2-es képességgel egy túlélősebb akcióban. Van effektivitásom, mert sokszor fogom elsütni ezt a 2-es képességet, és a modjaim között sokszor megtalálható egy ilyen Rage nevű mód. Tehát lennek különlegesebb módok, amivel feláldozol netán néhány helyet az életből, feláldozol néhány helyet a shieldedből, vagy energiádból, vagy bármiből, azért, hogy nyerjél valami más. És ez a Rage, ez az életedre sebeznek, akkor energiát fogsz kapni emiatt. És ezzel folyton fel tudom tölteni az energiámat, és mindig lesz energiám, hogy képességeket tudjak használni. És például a kardomat, akkor olyan kardot fogok vinni vele, amivel tudom, hogy magas kritikusokat tudok elérni, és a kardomban megtalálhat egy olyan mod, mint a Life Strike. És emellé van egy magas kritikus chance és magas kritikus szorzója, amit még átmodolhatnék a kardot teljesen másképp, hogy még magasabb legyen a kritikus szorzója és a kritikus eséllyel, de kevesebb damage-e, és még úgy is nagyon jó lehetne különböző küldetésekre. Szóval, de például ugyanígy itt egy másik fajta modolás, amit valamelyik nap raktunk össze Falkóval és Ákossal, minden hármunknak másképp volt modolva, de mégis ugyanazt az eredményt tudtuk elérni azzal a bizonyos Excaliburral. Ez az Excalibur kifejezetten az ultimate, a 3-as képességére lett modolva, ez a fajta modolás, és mind a hármunknak eltérő, mivel hogy másképp modolunk, de a lényege, az alapvető lényege, hogy a 3-as képesség lehet kihúzva, és rettenetesen erős. Azért, hogy a 3-as képesség nagyobban tudjon sebezni. Ha rámegyünk az Abilities-re, van itt egy olyan gomb, hogy View Stats Without Mods, illetve Vid Mods, és akkor megláthatjátok, hogy ki írja, hogy a jelenlegi bildelésben mennyi erő, idő, terület van. Na most nekem van egy 40 méteres range-em, és egy 2290-es damage-em erre a bizonyos Excaliburra,
De ez viszont arra készült, hogy tömegeket tartson fel és öljön meg hatékonyan és gyorsan, akkor, amikor főleg akkor, amikor van egy Trinity a közel, és folyamatos energiát tud szolgáltatni, de ezzel a build-el meg sem mernék mozdulni, például egy Survivor játékon, mert azonnal meghalnék. Arra inkább ugye természetesen ezt az egyes build-et vinném. Ez a B build, ez pedig inkább egy tankosabb build, amit mi itt összeraktunk, ami hosszú időre biztosít túlélhetőséget, de hogyha nincs Rage mod, de hogyha van Rage nevű mod, akkor azt lehet, hogy lecserélem egy Vitality-val, vagy egy Steel Fiber-rel, most mondtam valamit azért, hogy mindig legyen energiám, és már is egy túlélősebb Warframe-ed született. Nos, ennyi lett volna röviden a modolásnak a lényege, mint mondtam, nagyon tudtok számítani erre a ViewStats VidMods című történetben, ahol láthatjátok, hogy az jelenlegi bildelésetek, amit összeraktatok, milyen képességek vannak előnyben részesítve, és akkor így lehet kicsit jobban kimodolni a Warframe-et. Én köszönöm a figyelmet, sziasztok!